A rendőrök éppen egy családi házat ellenőriznek Szekszárdon. A megyében 2007 óta működik a nyaralókártya program. A kapitányság járőrei, ha a lakos jelzi igényét, a megadott címet útiránytervükbe beépítik, hogy visszatérően megbizonyosodjanak a ház érintetlenségéről. Ez is egy jó alternatívája otthonunk és értékeink biztonságban tudásának. Tolna megyében a felvilágosító kampányoknak, a várvédő programnak, vagy éppen a fent említett nyaralókártya rendszernek köszönhetően tovább csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma, mondta a Tolna megyei bűnmegelőzési tanács keddi ülésén Szabó Zoltán rendőralezredes. Szerencsére továbbra is az országos átlag alatt található a Tolna megyében a bűncselekményeknek a számai, a vagyon elleni bűncselekményeknek a száma is jóval az átlag alatt található, és szerencsére az elmúlt években még ebben is egyfajta csökkenést lehetett kimutatni. Már 2018-hoz a csökkenés úgy tűnik az eddigi eredmények alapján, hogy megtorpant. Egy kismértékű emelkedés is látható, ennek nyilván sok összetevője van, ezeket vizsgáljuk, de úgy tűnik, hogy még mindig tudtuk stabilizálni ezt az állapotot. A kivilágított utca, ingatlan, jól karbantartott kert és telek, a nagy ablakok, melyeken könnyen belátni az utcáról, mind csökkentik a betörések lehetőségét, mondja Molnár István Jenő, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács főosztályvezető helyettese. Az építészeti bűnmegelőzés kriminológiai megközelítése azonban szerteágazó, beszélhetünk szimplán technikai megoldásokról, úgy, mint ablakok és átláthatóság kérdése, beszélhetünk riasztóberendezésekről, beszélhetünk térfigyelő kamerákról, nagyon fontos a közvilágítás és a kivilágítottság kérdésköre, nagyon fontos a parkok, közterek és egyéb közösséget kiszolgáló nyilvános terek esetében az átláthatóság, a vonzerő, hogy ott megfelelő mennyiségű és számú ember legyen jelen. Mindezek együttese adja meg az építészeti bűnmegelőzés lényegét, a tanácskozáson a polgárőrség vagyonvédelmi tevékenységét és az önkormányzatok település biztonságát is tárgyalták.